Tanévzáró ünnepséget tartott a Bolyai János Katolikus Általános Iskola Szerencsen a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban július 1-én. Először az iskola tanulói verseket adtak elő, ezt követően az iskola vezetője Szabóné Drozda Orsolya köszöntötte a vendégeket, a pedagógusokat, az iskola dolgozóit és a diákokat. Ezután Szarvas Péter atya osztotta meg ünnepi gondolatait, aki gratulált azoknak a tanulóknak, akik az ünnepség végén átvehették a kitűnő bizonyítványaikat. Kihangsúlyozta Jézus Krisztus személyét, aki az emberi életben nagyon fontos és bőr szerepet tölt be, ezért arra hívta fel a tanulók figyelmét, hogy ne féljenek Jézushoz közeledni, hiszen segít bennünket és a javunkat szolgálja az élet bármely területén. Kiemelte, hogy az általános iskolában életre szóló barátságok kötetnek, amelyek a nyári szünetekben és táborokban tovább tudnak folytatódni. Az intézmény nevelőtestülete hagyományszerűen minden tanév végén kiválaszt két pedagógust titkos szavazás alapján, akik egymás munkáját mérlegelik. Ennek eredményeképp hozták meg döntésüket az alsó és felső tagozatos pedagógusokra. A 2023-2024-es tanévben az év pedagógusa elismerésben részesült az alsó tagozaton tanító Gyengéné Szűcs Marianna következetes és magas színvonalú munkája miatt. Felső tagozaton Boskó Zita kapta, akinek a diákjai közül 80 szereztek komplex középfokú angol nyelvvizsgát, illetve az intézmény igazgatónője külön megköszönte Macóné Szabó Renáta és férjének a szülői munkaközösségért tett munkát a 2023-2024-es tanévben. Az intézmény vezetője azt kívánta az iskola közösségének, hogy pihenjenek és nagyon sok időt töltsenek a szabadban, igyekezzenek fenntartani az élő emberi kapcsolatokat, és kevesebbet foglalkozni az online terekkel, majd a szülők is a kollégák munkáját szintén elismerte. Az igazgatói beszéd után osztályonként kitüntetésben részesítette a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulókat. A tanévzáró ünnepséget vidám, táncos műsorszámmal zárták az intézmény növendékei.